ugyancsak sikeres sorozatunk, a regeneratív medicínák. Nagyon sok mindennel foglalkoztunk, de a múlt havi adásunkban elkezdtük egyenként megismerni azt a 10 csodát, amire az őssejtek képesek. Hát ez volt a mozgás szabadsága, vagy éppen felszabadítása. Mai témánk azt hiszem, hogy nagyon fontos. Összefoglaló szóval a gyermekvállalás, de hát ebben nagyon sok minden beletartozik, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm állandó szakértőnket, Miskó Józsefet. Köszönöm, hogy ismét itt van, és okulhatunk. És mivel egy újszülöttnek minden vicc új, muszáj, hogy egy kicsit átismételjük a dolgokat, hiszen nagyon sok nézőnk dicsérte, hogy milyen jó volt ez a műsor, de azt mondja, hogy de honnan is indult, mik az alapok? Úgyhogy én megkérem, hogy maga a regeneratív medicináról egy pár mondatban beszéljünk. Én is köszöntöm a nézőket. Igen, úgy látom, hogy egyre több ember érdeklődik azután, a lehetőség után, hogy az életminőségét hogyan tudja ezen a szinten tartani, ami van, esetleg is elégedettel, vagy még jobbá és még biztossá. Ugye ez az a módszer, ami már Magyarországon 2 éve is elindult, hogy ismerje meg a magyar lakosság azt, hogy mit tehet a jövőjéért, a jövő életminőségért, illetve a jelenlegit hogyan tudja akár stabilizálni. Onnét indult el, hogy a szervezetünkben ugye az őssejtek indították el a fejlődést. Amikor megtörténik a megtermékenyítés, ugye akkor is egy őssejt indul el, és gyakorlatilag ez 25 éves korunkig vigyázza azt, hogy a szervezetünkben minden rendben működjön, minden jól működjön. 25 éves kortól elindul egy kisebb változás, ami később már nagyobb lesz, és onnantól már jöhetnek az életminőséget befolyásoló működési zavarok a szervezetbe. Ezt úgy is nevezhetjük, hogy betegségek. Na most, 1929-ben dr. John Davidson rájött arra, hogy nem kötelező együtt élnünk egy romló életminőséggel, életfunkciókkal, mert megtalálta azt a kulcsot, amivel a szervezetünkben meglévő szöveti, funkcionális ősejteket újra munkába tudjuk állítani. Ő sajnos nem tudta ezt a felfedezését eljuttatni világméretűbe az emberekhez. 1979-ben Björn Deskaland volt a másik tudós, aki ugyanígy kísérletezett, és megalkotta azt a módszert, azt a lehetőséget, amely komplexen segít az emberi szervezetbe megőrizni vagy visszaállítani a felborult egyensúlyt, és ennek az egyik alapja a szöveti funkcionális őssejtek újra munkába állítása. Na most ennek van 10 nagyon fontos területe, 10 csodája, hogy mi történik akkor, amikor ezek a funkcionális őssejtek megkapják a működéshez szükséges kulcsot, teljesen mindegy, hogy 50 évesek, vagy 40, vagy 70, vagy 90 évesek. Melyik azok a területek, amik az embereknek az életminőség romlásában a legnagyobb gondot okozzák? Hát ugye az egyik az első a szív- és keringési területünk, második a neurológiai problémák, harmadik a haj bőrterülete, ugye a külsőnk állapota, aztán negyedik a légzés, tüdő, allergia is ide tartozik, ötödik egyre több embernél jelentkező úgynevezett autoimmun betegségek, aztán a máj, hasnyálmirigy, a diabétesz probléma szintén, a testsúly, testalkat is, a nyolcadik, a kilencedik a látás, és a tizedik a gyermekvállalás, fogantatás területe. Úgyhogy most erről beszélünk egy kicsit talán, hogy hogyan segíti ez a komplex módszer. Pontosan, hiszen mikor kezdjünk el erre gondolni, már amikor szeretnénk gyereket, vagy mi van akkor, ha valakinek nem sikerül a megfogannás, ami bizony egy nagy probléma. Tehát akkor valahogy kezdjük előről, hogy milyen területek a gyermekvállaláson belül is, amik segíthetők. Hát mielőtt erre rátérek, egy pici érdekes statisztika, hogy tisztában legyünk a mostani helyzettel, hogy miért is kell erről beszélnünk. Igen. Hát sajnos az elmúlt 10 év alatt meg 3-szorozódott a meddőségi probléma. Jelenleg körülbelül 300 ezer párt érint Magyarországon, és a meddő párok 25%-a gyermektelen is marad. Ez egy nagyon nagy szám. És úgy néz ki, hogy az eddigi lehetőségek ugye addig jutottak, hogy 25%-nál semmilyen lehetőség nem segített arra, hogy megéljék, átéljék az anyák és a
az apák a gyermek örömét, vagy később az unokák, vagy a dédunokák örömét. Na, itt tudunk talán egy kicsit segíteni ezzel a módszerrel, és vannak szép eredményeink már idehaza is. Hát akkor kezdjük el. Jó. Nézzük meg azt, hogy az embereknél mire kell figyelni időben. Hát egyre többször beszélünk arról, hogy károsító tényezők, vagy életminőség romboló tényezők. Ezek csak nagyon röviden. Az megváltozott életmód, a táplálkozási szokások megváltozása, a kitolódott gyermekválás. Tehát az anyák nem abba a korba vállalnak már, ami ideális lenne, sokkal később időpontban, amikor a szervezet már előregedett biológiailag. És akkor itt van még az a terület, ugye, hogy amikor már elkezdődik az, hogy na végre odájut egy pár, hogy legyen már egy gyermek, akkor jönnek a problémák nagyon sokszor, és két terület, ugye a nők és a férfiak területe ezen. Így van, hol az egyiknek vannak problémái, hol a másiknak. Igen, vagy egyre többször tapasztaljuk, hogy mind a kettőnek. Igen. És az előbb felsorolt kásított tényezőkből erednek mind a kettőnél most. Mert általában ugye a hölgyeket szokták górcső alá venni ilyenkor a szakemberek, és ott keresik mindig a hibát, de van egy rossz hírem, férfi társaim, egyre több férfinál van probléma. És a kettő, ha összeadódik egy családba, akkor a legnehezebb a helyzet. Nagyon csak átfut, hogy egy nőknél mi az, amit elsőbben figyelnek ilyenkor a vizsgálatok során. Hát megnézzük a szervezet állapotát. Ugye nincs esetleg szervezeti, szervi probléma, mondjuk egy petefészek elakadás, vagy beszűkülés, vagy endometriózis alakult-e ki, esetleg petefészek rendellenesség, vagy nagyon sokszor ugye hormonális problémákat találnak. És ilyenkor ugye inkább azt mondják, hogy ha meg lehet szüntetni a zavart, mondjuk a petefészek szűkületet, vagy elzáródást, akkor már előrébb juthatnak abba, hogy lesz fogantatás, de nagyon sokszor hormonális kezelésekhez folyamodnak a szakemberek, amelyeknek tudjuk, hogy van pozitív, de későbbiekben sajnos nagyon sok negatív oldala van. Na most, amikor esetleg a hölgyeknél ez kiderül, akkor ugye érdemes megvizsgálni az urakat is. És mi a lényeg? Ugye a férfiaknál az utóbbi időben kiderült az, hogy a háttérben 50%-ban a megváltozott életmód áll. Tehát itt elsősorban az oxidatív stressz, ugye, tudjuk azt, hogy a stressz általában egy nagyon markáns betegséget előidéző tényező az emberek életébe, akkor a megváltozott étkezés, amit már említettem, ugye a mikrotápanyag és a vitamin hiány is nagy mértékben befolyásolja a nemzőképességet. A ruházat, mint olyan, ugye a férfiaknál a szűk farmer. Hát most már legalább kezdenek beszélni erről, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál a genitáliákban komoly gondokat okoznak a tartós szűk nadrágok. Tartós szűk nadrágok, így van. Hát ugye nem hiába van a here kívül, a férfi testen kívül. Hát annak alacsonyabb hőmérséklet kell, mint a testünk. És hőszabályzó befele is. Hőszabályzó befele is, így van. És akkor az adott esetben ugye a férfiak az energiát egy megerőltető sporttal vezetik le. Oldja a feszültséget, azt ezt tudjuk, de hát hogyha megerőltet, akkor szintén okozhat ilyen problémát, erre nem is gondoltak sokan, és nem utolsó sorban a különböző gyógyszerek, de ide tartoznak ma már azok az étrendkiegészítők egy része is, amelyek úgynevezett élénkítő szerek, hogy úgy mondjam, hogy szintén befolyásolják ezt, és ma már egy szomorú tény, 35 év felett 5 férfiból egynél biztos, hogy ez okozza a problémát, hogy nem tud megfelelő spermiumot produkálni. És aztán talán az is egy nagy gond lehet, hogy mindezekről nem beszélünk, pláne a férfiak nem szívesen, és akkor túl későn jöhet a segítség. Igen, hát pont ezért, mert ugye elsőben a hölgyek mi vizsgálják a problémát, ezekre nem is gondolnak. Tehát így összefoglalva, ugye a férfiaknál egyrészt az előbb említett károsító befolyásolt tényezőknél, de nőknél is ugyanaz, hiszen a táplálkozás, a drog, az alkoholfogyasztás, a kávé, a cigaretta, az mind-mind csökkenti a lehetőségét. Tehát a férfiaknál ugye kevés, illetve gyenge minőségű spermium, ami kialakulhat. A hölgyeknél a gyakori petefészek kimerülés, a romló minőségű petesejt. Megfigyelték, hogy 30 éves korig 10-ből 7-8 egészséges petesejt van egy hölgynél, 35 év felett, kb. A fele egészséges, már csak 40 éves
kor környékén 10-ből 3, és 45 év fölött pedig csak 1-2. Akkor most térjünk rá, hogy ez a regeneratív módszer, hogy tud akkor segíteni? Gondolom, hogy egyrészt ez egy nagyon diszkrét módszer is a javulásra. Hát igazából ugye azt mondjuk, hogy az egész szervezetet kezdi újraépíteni. Tehát 25 éves korig ugye működnek az ősejtek, amelyek biztonságosá teszi a szervezet működését, és így akár a megtermékenyítést is. Amerikai tudósok végeztek vizsgálatot, hogy sajnos a gyakori vettélések mögött is a placentában meglévő szöveti ősejt hiány is közrejátszik, például a meddőség kialakulásában. Tehát ideális kor a hölgyeknél a 22-26 éves kor lenne, amíg funkcionális ősejtek is működnek a szervezetükben. Mit tudunk tanácsolni? Először is azt, és erre vannak már gyakorlati tapasztalataink is, hogy azok a fiatalok, akik szeretnének nem mesterséges megtermékenyítéssel, magzatot vagy hormonkezeléssel, kezdjék el a módszert alkalmazni 25 éves kortól már nyugodtan, hogy újra beindulnak az ősejtek. Vagy maradjanak. Vagy maradjanak. Hiszen ha stimuláljuk őket, akkor talán nem is pusztulnak. Hát igazából a szervezet sejtjei cserélődnek, csak nem mindegy, hogy eredeti funkcionális ősejt kerül a lejárt idejű sejt helyébe, mondjuk akár a petefészeknél, vagy teljesen mindegy, testünk minden területén. A másik, ami ide tartozik, ugye a mikrogyulladások. Egyre többször alakul ki a hölgyeknél mikrogyulladás, és ez is gátolja a normális, könnyű megfogantatást, vagy akár a magzati állapotát is később. Akkor szintén ide tartozik, amit a medicina vagy a módszer fölölel, a mikrobiom állomány és az enzim háztartás felépítése. Miért fontos ez? Ugye említettem a férfiaknál a vitamin hiány, az ásványok hiány, de ugye ez a hölgyeknél is van. Tehát, hogyha ebbe is hiány szervezed a szervezet, már nem olyan minőségű a spermium, vagy a pete is ugye már gyengébb minőségű, és nem képes megkötni magát, magához vonzani ugye a hím-ivar sejtet. Tehát egy komplex megoldást kínál, építsük fel újra a mikrobiom állományunkat, legyenek magas szinten az enzimeink a szervezetbe, és a készítmény másik része ugye a szervezet kapillárisainak, a sejtmembránnak a rendbetételére készült készítmény, illetve ugye indítsuk be újra azzal a készítménnyel az ősejtjeinket, amelyek eredeti, jó minőségűben építik újra a szervezetünket. Mikor én érdeklődtem, hogy mégis idősebb korban miért nehéz a nőknek gyermeket szülni, például azt mondta az egyik orvos, szív- és érspecialista volt, hogy mert addigra az erek fáradtak, rossz a kapilláris rendszer, nem az a megnövekedett munka, ami a szívre és az érhálózatra terhelődne, azt nem bírja a szervezet. Tehát ha előre gondolkodunk, de én csak kérdezek, mint igen, laikus. Így van, nagyon jól gondolod, Glória, ugyanis egy érdekesség, hogy igazából a vérkeringését a szervezetbe, vagy mozgatását nem a szív végzi. Az csak egy kisebb százalékát, a nagyobb százalékát a kapillárisok. Na most ugye a kapillárisok a legvékonyabb érhálózatunk, és ott kezdődik a legelső előregedés, gyulladás, tehát magyarul, ha ott nem működik jól, hát akkor a petevezeték, ez a petefészek, ez a méhez sem jut megfelelően el a hasznos anyag, ugyanúgy a férfiaknál ugye a heréhez sem jut gyakorlatilag, vagy a prostatához sem jut megfelelő tápanyag, mert be van gyulladva. Tehát már csökken a lehetősége, hogy egészséges hím-ivarsejteket tudjon a férfi produkálni. Tehát itt a medicina komplex lényege, hogy a háromlábú széket figyelembe véve az emésztőrendszerünket építi újra, a keringési rendszerünket és a funkcionális ősejteket indítjuk be. Köszönjük szépen! Hát reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődésüket, de nekünk még van egy fontos feladatunk, hogy vajon szeptemberben lesznek-e találkozók, és ha igen, akkor hol? Igen, újra lesznek találkozók szeptember 10-én Baján, este 6 órakor Malom étterem, szeptember 11-én Gyöngyös, este 6 óra, 12-én Debrecen, este 6 óra,
szeptember 18-án Budapest este 6 óra, és egy új település is érdeklődik, hogy megismertesse a lakosságot ezzel a fantasztikus módszerrel, az pedig Szajól lesz, és este 6 óra szintén. A részleteket megtalálják a honlapon, illetve telefonon is érdeklődhetnek. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves nézőink, ismét okosabbak lettünk, többet tudtunk. Én köszönöm szépen, és jövő hónapban visszavárjuk. Köszönöm szépen.